Crash Bandicoot 25. évfordulójára egy bumpapinyátát küldtek ki bizonyos tartalomkészítőknek, és ezen volt egy kártya. A kártya hátulján pedig mintha valamilyen rejtélyes üzenet lenne számokkal, mert a bumpák ki vannak színezve, illetve el vannak sötétítve. Ebben a videóban erről fogok beszélni, hogy szerintem mit jelenthet ez. Először is a múltba kell menni. Toys for Bob által készített Spyro bejelentése előtt egy ilyen tojást küldtek ki, ami nem volt semmiféle utalás. Toys for Bob által szintén készített Crash Bandicoot 4 előtt ezt a puzzle-t küldték ki, ezen sincs semmilyen számutalás. Viszont a Crash Team Racingnél, amit a Beanox fejleszt, ott ezt a kockákat küldték el, ezeket a kockákat. Az a különleges bennük, hogy az egyik egy átlagos kocka, rajta van az összes szám, a másikon pedig csak a 6-os. Ezen a képen is látszik valamennyire, hogy itt nincsen, de ezen a képen még jobban látszik, hogy látszik az egyik lapja, hogy ott tényleg nincsen semmi, csak a 6-os van az egyiken, a többin pedig a szokásos minden. Azért tartom ezt fontosnak, mert az a 6-os, ami egyedül van, az összesen 6, a másikon pedig rajta volt az 1-es, a 2-es, a 3-as, és így tovább. Egészen 6-ig, amit ha összeadunk, az 21. Ez a dátum meg azért fontos, mert ekkor jelenik meg a Crash Team Racing, tehát már előre utaltak ezzel. Na most kezdjünk el kombinálni ugyanígy ezekkel. Van itt nekünk 15 darab Wumpa van nekünk, ebből 3 van beszínezve. Hogyha ezt nézem, akkor ez 3. 15 lehet, ami március 15-e lehet egyrészt. Hogyha megfordítom, 15 olyan hónap nincsen, tehát ez kizárva, tehát ez nem lehet. Hogyha azokat nézem, hogy melyik van beszínezve, akkor 3 darab be van színezve, és 12 darab pedig ilyen halvány, tehát nem annyi, jó, színesnek színese, hogy az egyik az halvány, a másik meg jobb. Na, értitek? Akkor van itt egy ilyen, hogy 3. 12, ha megfordítjuk, ez is értelmes, de akkor ez december 3-a. Viszont van ennél egy még durvább teória. Itt van egy óra, ez a Unix Epoch óra, ami egy bizonyos időszámítással, amikor én készítem ezt a videót, ezt a számot adja meg, minden egyes másodperc egyel növeli ezt a számot, ahogy láthatjátok. Ez még fontos lesz. Ha bináris kódként tekintünk ezekre, mint hogyha a teljes wumpa az egyet jelent, a halvány wumpa pedig nullát, és így végig megyünk, akkor azt kapjuk így balról jobbra, hogy 1, 0, 0, aztán 3 darab 0, utána 2 0, még egy 1-es, 3 darab 0, egy 1-es, és 2 0. Ezt ha én átváltom, itt van egy ilyen átváltó, hogy binárisból 10-es szám, tehát 2-es számrendszerből 10-es számrendszerbe konvertálás, beírtam ezt, ami létrejött így a bumpákból, konvertálás, 10-es számrendszerben ez 16452. Hogyha ezt az órát nézzük, akkor még ki kellene még egészíteni azt a 16452 további nullákkal, konkrétan 5-tel, és hogyha ezt meg is teszem, hogy váltsuk át 16452 és 5 darab nulla még utána, ezt átkonvertálom, akkor az a dátum jön ki, hogy 2022. február 18-a péntek 4 óra. Én nem tudom, hogy ez mi újság, de hogy ez, hát ez ha igaz, akkor hogyha tényleg a Beanox csinált ilyet, mert legutóbb is ő volt az, aki egy ilyet trükközött, és ez bejön, akkor ez egy nagyon király erre rájönni. Nem én jöttem rá, ezt szerintem tudjátok, de azért utána jártam, hogy hogy lehet ezt levezetni, ott a link a leírásban, hogy a Redditen ki az, aki először ezt megtalálta. Csak azért osztottam meg veletek, mert szerintem egész jó kis kalandos úton, módon lehetett eljutni idáig, és akkor ezt rögzítjük. Felírom még akkor 2. 18-at, meg felírom még december 9-et, amit még érdemes figyelni előtte. Ekkor van a Game Awards, de előtte ez a 12. 3-a, ezt nem tudom, hogy ez lesz-e, de akkor december, február, március, ezeket a dátumokat lehet most már figyelni, remélem tetszett a videót, találkozunk legközelebb.